Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol felteszem a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait itt felül és alul látjuk. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Ő fél valamitől, amit esetleg elveszíthet. A pénzt, mert kiadások lesznek, vagy fél attól, hogy elveszíti a munkáját, vagy fél attól, hogy elveszít téged. Mivel itt a medve jelentheti az ő erejét is, és az egerek ebből el tudnak valamit távolítani, akkor az azt jelenti, hogy ő fáradt és nagyon kimerült. Ez a medve lehet egy személy is, aki parancsolgat neki, vagy az apukája, vagy a főnöke, vagy egy hölgy a háttérben, aki diktálja azt, hogy neki mit kell tennie, és mivel az egerek eltávolítanak valamit, el tudják ezt a szemét távolítani az ő környezetéből. Az érzelmei itt láthatóak. Ő áll a középpontban, hiszen vannak elvárásai. Azt akarja, hogy kimutasd, hogy szereted őt, hiszen itt megjelenik a szerelem. És a gólyák utalnak változásokra, vagy megváltozik a hozzáállása, vagy szeretne valamit változtatni a ti párkapcsolatotokon. És mit fog tenni, az itt látható. A halak jelenthetik az anyagiakat vagy a munkát. Lehet, hogy itt vannak a félelmek, hogy lesz kiadás, vagy hogy elveszíti a munkahelyét. A halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy így közeledik hozzád, és megkapod az elismerést, hiszen értékel téged. Itt van a nyilvánosság, ő szeretné azt, ha fellépnétek a nyilvánosságon, vagy szeretné azt, hogy ő legyen a középpontban, a nyilvánosságon, és hogy ő is megkapja az elismerést. Itt a fa jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tud gyökerezni. Jelenti a türelmet is, hiszen a fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik. De ez a kapcsolat biztos. Amit a fa még jelenthet, a gyógyító erő és a rend, hogy rendezi veled a dolgokat. Ez a felvétel június 29-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon az utolsó holdházban van, a Revati holdházban. És ez azt jelenti ezen a napon, hogy valamit el kell érnünk, vagy be kell fejezni valamit. Az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon-nagyon precíz számítás, Merkur bolygó elhagyja most az ikrek jegyét, és már a rák jegyében mozog. Ez egészen más energia, különösen, ami a kommunikációt illeti. Ez lehet visszahúzódás, az is lehet, hogy beszélgetések lesznek a családon belül, vagy családtervezés, vagy itt érzelmekről van szó. Mars bolygó és Vénusz bolygó között még mindig van egy szextil kapcsolat, ami nagyon jó, a férfias és a nőies energia között, de szerencsét hoz a szerelmi élet területén, viszont Vénusz bolygó és a hold között van egy kellemetlen kapcsolat. Ez lehet az anyuka és a lánya között lévő feszültség vagy nézeteltérés, vagy az is lehet, hogy mi hölgyek,
valamit eltúlozunk, és érzelmekről beszélünk, kimutatjuk az érzelmeinket, ezek lehetnek csalódások is, és ez a férfi megsértődik, és mivel Merkur bolygó a rák jegyében van, akkor mi történik? Ő érzi ezt a feszültséget, és visszahúzódik. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ami az egereket illeti. Itt valami elmúlik, vagy vannak nála félelmek, hogy valamit elveszít. Itt a horgonyról van szó. Vagy fél attól, hogy elveszíti a biztonság érzetét, de a horgony jelenti a munkát, a hivatást is, fél attól, hogy elveszíti a munkáját. Ami a medvét illeti, az ő erejét, vagy egy bizonyos szemét. Hát itt egy hölgyről van szó, ez lehet a főnök nője, ez lehet az anyukája, ez lehet az ex-társnője, aki parancsolgat neki. És milyen változások lesznek? Itt a gólyák láthatóak, a két kép összefügg egymással. Ő döntéseket fog hozni, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és lesz egy új irány, valamit szeretne megváltoztatni. Ami őt illet, az ő érzelmeit. Ő keresi veled a kapcsolatot, visszatér hozzád, és itt látható a szív, itt látható a szerelem, ő kimutatja az érzelmeit. Itt a szív, tehát a szerelem, az ő érzelmei útban vannak hozzád, visszatér hozzád, keresi veled a kapcsolatot. Lesz egy találkozás, ami a fát illet, a gyógyító erőt, a rendet, a biztonság érzetét. Itt megvan az élet erőd, vagy az ő élet ereje. Itt lesz egy gyógyító hatás, vagy be tudjátok bizonyítani magatokat. Ami a halakat illet, az értékeket. Itt újra a halak jelennek meg, tehát ez egy nyereményre utalhat. És a park, a nyilvánosság. Itt megvan a hűség, vagy találkoztok a barátokkal a nyilvánosságon. Az ő napi energiája. Itt ez a kasza, illetve sarló, azt jelenti, hogy ő szeretne elvágni valamit. Például a kapcsolatot ezzel a nővel. De lesz egy meglepetés is. És a te napi energiád. Itt újra a park, látható a nyilvánosság, te jelensz meg a nyilvánosságon, megkapod az elismerést, mások észrevesznek téged. Lehet, hogy ő keres téged a nyilvánosságon, és úgy tesz, minthogyha ez a találkozás véletlen lenne. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!